szánalmas volt az egész, az egészségügyi államtitkárság és a Fidesz egy emberként szavazta le, hogy bárki kívülálló hozzászólhasson a témához, és nehogy Isten megkérdőjelezhessék a hamis állításaikat. Az ANTS és a NEFI dohányzás fókuszpontjának a hazugsággyára jól működött, az egészségügyi államtitkárságnak halványlila gőze nincsen arról, hogy mi is a valóság az elektromos cigarettával kapcsolatban, ellenben nem restek emberéletek árán sem a szőnyeg alá söpörni a tényeket és a tudományos bizonyítékokat. Nehéz idők elé fogunk nézni valószínűleg.